Egy puszi az egyik legkisebb családtagtól, másra nem is vágyhatott a 95. születésnapját ünneplő Zemlényi Jánosné, akit a Zsolt utcai gondozási központban köszöntöttek szerdán. Teri néni immár 8 éve lelkes tagja a központban működő idősek klubjának. Társai és szerettei körében ünnepelhette a jeles évfordulót. Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet. Volt, aki verssel, volt, aki szép gondolatokkal, és volt, aki egy csokor virággal meghatottan köszöntötte az ünnepeltet. Teri néni jó egészségi és szellemi állapotnak örvend, ezt maga is megerősítette. Nem mondhatok, egyáltalán csak az, hogy jó vagyok, mindig. Így a kupák között is. Jó. Zemlényi Jánosné népes családtagja, Szögligeten falusi környezetben élte le élete nagy részét, főként mezőgazdasági munkával, háztartásvezetéssel és gyermekneveléssel foglalkozott. Fia azt mondja, a testvérek is hosszú életkort éltek meg, egyikük 97 éves. Ők heten voltak testvérek, született először 3 lány, aztán 4 fiú, és így volt teljes a család. Hárman közülük még mindig élnek, és ők is jól vannak, hál' Istennek. Úgyhogy én azt látom, hogy jó idősnek lenni édesanyámról, és mi hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy ő itt van velünk. Az önkormányzat nevében Deák Lajosné ajándékcsomagot és virágcsokrot, a miniszterelnök nevében pedig emléklapot adott át a születésnaposnak. A városrész önkormányzati képviselője nem először köszöntötte Teri nénit, a 90. születésnapján is ellátogatott a gondozási központba. Egy életút, ami sok minden megtörténik a 95 év alatt, de az a lényeg, hogy itt vagyunk közösen, és közösen tudunk egy örömteli pillanatnak örülni, hiszen 95 éves lett a Terike néni, és meg azt is tervezik, hogy a 100-at is itt fogjuk köszönteni a Zsolt utcai idősek napközébe. Szerintem ez egy nagyon jó érdem mindenkinek, hogy azért vannak olyan állampolgárok, akik ilyen szép kort is megérnek szeretetbe, egészségbe. És ez a legfontosabb szerintem. Zemlényi Jánosnénak egy fia, 3 unokája és 3 dédunokája van. A család és a barátok azt remélik, a heteken belül érkező 4. dédunoka is puszival köszöntheti majd a 100. születésnapján.